Te mindent elhiszel, amit az interneten olvasol? Na ugye, hogy nem? Az álhírek, kamuhírek gyorsabban terjednek, és több emberhez jutnak el, mint a valóságos hírek. A kutatók alapvetően két dologgal magyarázták ezt a jelenséget. Az egyik, hogy az álhír mindig új információt tartalmaz. A másik pedig az, hogy valamiféle érzelmet kell bennünk. De nem minden álhír ordító hülyeség, rengeteg olyan hír terjed a neten, ami látszólag igaz, mégis kamu. Itt van például ez a hír. A világ legnagyobb szuperhős szobra épül Budapesten. Ez a hír egy ártalmatlan álhír, amit mi találtunk ki. Azt akartuk tesztelni, hogy milyen könnyen és milyen gyorsan terjeszthető el egy hír, ami nem igaz. De útját állhatja el bármi, vagy bárki. Szándékosan egy ártalmatlan hírt választottunk, a szuperhősös filmeket sokan szeretik, így jött a szobor ötlete. Hát kellett egy világszervezet is, amelyik a szobrot felállítja. Ha világszervezet, akkor legyen az Egyesült Államokban a székhelye. Mondjuk legyen Kaliforniában. Készítettünk egy weboldalt, ami lenyomozhatatlan eredetű. Kiállítottuk az e-mail címeket, kinéztünk egy címet egy épülő bevásárlóközpontban. Kibéreltünk egy amerikai telefonszámot, és a hívásokat átirányítottuk a magyar telefonunkra. Íme a World Congress of Superhero Fans. Felkerestünk olyan amerikai szolgáltatókat, akik híreket terjesztenek. Kiadtunk egy sajtóközleményt arról, hogy a World Congress of Superhero Fans Budapesten, Varsóban vagy Pozsonyban állít fel szuperhős szobrot. Több hírszolgáltatónál próbálkoztunk, de csak egy akadt, amelyik gyanút fogott és hosszas levelezés és telefonálgatás után közölték, visszautasítják a kérésünket. A többi ellenőrzött minket. Írtak nekünk, hívtak bennünket telefonon, és végül meggyőztük őket arról, hogy létezünk és a hír nagyon is igaz. Közben elindítottunk egy magyar nyelvű Facebook oldalt is, ahol szavazni lehetett arra, melyik szuperhősről készítsen szobrot a világszervezet. A Facebook először letiltott minket, mert a kamu profil, amivel az oldalt létrehoztuk, túl hamar aktivizálta magát. De a Facebookot is sikerült kicseleznünk. Amikor ugyanazt az oldalt egy 8 éves kamu profillal gyártottuk újra, már simán átment a közösségi oldal cenzorain. Végül pár nap alatt az álhírrel 38 ezer magyar felhasználót értünk el, a szavazáson több mint 1900-an vettek részt. De itt megálltunk. Csak rajtunk múlt, hogy az angolszász oldalakon megjelent hírt felkapja a magyar sajtó. Elég lett volna néhány hazai médium figyelmét felkelteni, de nem akartunk átlépni egy határt, pedig megtehettük volna. És hogy mit tettek a hírszolgáltatók, miután értesítettük őket, hogy egy ártatlan átverés áldozatai lettek? Egy részük törölte a hírt, mások válaszra sem méltatták a levelünket. Úgyhogy azt tanácsoljuk, légy nagyon óvatos, amikor híreket olvasol. Tömegmédia és különösen a közösségi média az nagyon jó lehetőségeket biztosít arra, hogy nem létező szervezetek, nem létező kezdeményezések létezőnek tűnjenek fel. Ezt szinte mindenki használja, aki komoly pénzt és energiát fordít a saját érdekeinek a nyilvánosságba való megjelentetésére. Politikai pártok, politikai mozgalmak, állami szereplők, titkos szolgálatok és nagyvállalatok is. Egyébként megszeressétek a szuperhősöket, és reméljük, hogy hamarosan tényleg szobrot állítunk valamelyiknek Budapesten.